Üdvözöllek titeket a garázsban, ahol azért elég sok mindent szoktam mostanában csinálni, főleg amióta komolyabban nekiálltam az autó építésnek, köszönhetően hegesztőnek gyakorlatilag, mert hát eddig csak egy összecsavarozás volt, most már azért összehegesztésről is lehet szó, szóval egy kicsit azért kibővült a paletta, sokkal több mindent meg tudom magamnak oldani, szerencsére, és éppen ezért is vagyunk most itt, mivel én ezt nagyon szépen elképzeltem, hogy ez a hegesztő, ez itt a satupad alatt el van, mellette a palack, és én itt szépen tudok vele hegeszteni, még egy ilyen kis tartót is készítettem a munkakábelnek, hogy az ott így tök jól el van. Ez igaz is egészen addig, amíg én itt akarok dolgozni. Mert egyébként ugye a satupad vasból van, ráfoghatom valahol a testkábelt, és még a satun keresztül is tudok hegeszteni problémamentesen. Na de most, hogyha én az autón akarok hegeszteni, az vagy ott van, ahol a kamera van, aminek ezt a felét még elérem, azt a felét már nem érem el, értelemszerűen, túlsó végét, olyankor meg szoktam fordulni az autóval. De egyre több az az eset, amikor a hegesztőt kint kell használnom az autónál, egyszerűen hosszabbítóval kiviszem, és akkor hegesztek, mondanám ezt, hogyha nem tudnám, hogy ez a palack, ez valami eszméletlenül nehéz. Nem lehetetlenül nehéz, csak úgy nagyon nehéz. Tehát alapban a benne lévő gáz 15 kg, plusz még maga a palac, nem értem meg, sok. Lehet, hogy 30 kg körül van az egész. Plusz a gép, ami azért az könnyebb, de ugye ezek meg össze vannak kötve egy csővel, amit nem szeretek állandóan szétszedni, összerakni, mert előbb-utóbb valahol ereszteni fog. Úgyhogy ez, ha egyszer össze van rakva, akkor ez össze van rakva, azért is van itt kívül a slag, hiszen ezt a gépet itt nem ki tudom venni mindenestül, és gyakorlatilag eddig is úgy vittem odébb, hogy 2 méter a slag. Odébb vittem 2 métert a palackot, majd a gépet 4 méterre, aztán a palackot után 4 méterre, aztán a gépet 4 méterre, és gyakorlatilag ugye így pakolgattam egyiket a másik után, amikor nem értem az autóhoz. Egyszer megcsináltam azt, hogy mindkettőt betettem egy talicskába és oda toltam. Az sem egy rossz megoldás, de hát azért na. Úgyhogy kitaláltam, hogy akkor készítek neki egy ilyen kis gurulókocsit, ami egy Amerikában ilyen csinál magad videótistáknál, nagyon sokat lehet látni, hogy ők is csinálnak ilyen kis guruló kis szekeret a kis hegesztőjüknek, és ők szépen eltologatják a műhelybe. Na most nekem kb. Ennyi a műhely, itt nincs hova tologatni, viszont az udvarba bőségesen tudom majd tologatni. Nagyjából a dizájn is hasonló lesz, az lesz a lényege, hogy lesz maga a gép, viszonylag alul, nem akarok magas súlypontot csinálni neki, mögötte a palack, szorosan, és lesz neki egy emelt része, mint itt a satupad, ami a palack fölé fog érni, így hogyha valami nagyot is ráteszek, akkor sem fog útban lenni neki a nyomásszabályzó elméletben. Gyakorlatban meg majd meglátjuk. És itt van hozzá nagyjából, amire szükség lenne, ez hisztek vagy nem, de ez egy darab, vagy egy szál anyagból készült, tehát ez itt 6 méter egyben, plusz egy kicsi szögvas, de egyébként mivel egy kicsit elszámoltam magam, ezért ez nem elég. Plusz ugye még a legtetejére egy vaslemez szeretnék a hegeszthetőség miatt, hogy gyakorlatilag egy hegesztőasztalt kapjak, az sincs meg, úgyhogy majd a maradékot azzal együtt elhozom. Egyelőre ők méretre vannak vágva, relatív pontosan ahhoz képest, hogy kézzel flexzel vágom őket, és le vannak pucolva, mert egyébként ugye az új vasdarabok be vannak vonva ezzel a fekete vacakkal, hogy ne rozsdásodjanak, mert ugye a levegő nedvesség tartalmától is tudnak rozsdásodni, ezt lepucoltam róla. Higítóval, szóval most elvileg semmi akaraja nincs annak, hogy nekiálljam összehegeszteni. És egyébként valahol itt vannak a kerekek, amivel majd tologatható lesz. És elméletben én azt találtam ki, hogy ezt normál esetben itt fogom tárolni. Ami most furán nézhet ki, hogy az ajtó elé be fog lógni, de gondolom még nem figyeltétek meg, hogy itt az ajtó, gyakorlatilag az ajtó az úgy néz ki, hogy ez egy szabványméretű 2,5 méteres ajtó, azt hiszem, de nem volt egy 2,5 méteres ajtó itt a falban, tehát ergo itt az ajtó mögött nagyjából idáig még fal van. Kicsit furán néz ki, de ide befért a szabvány méret, és így nem kellett rövidebbre vágni. Gyakorlatilag itt semmi nincs fal, tehát hogyha idáig belóg valami, akkor ha föl van húzva, idáig még mindig fal van, tehát értitek. Majd ha innen elpakoltam, megmutatom. Na szóval, a terv az nagyjából így néz neki, van maga a hegesztő, valamennyivel megemelve, tehát természetesen nem ilyen talajszinte lenne, szerintem olyan 30 centivel megemelem, az körülbelül a hegesztő magassága, tehát ott lenne az alja, onnantól
nyilván ez bent lenne egy ilyen emelvényen, értitek? Na, vagy meglátjátok, mire gondolok. És lényeg a lényeg, így mögötte lenne a palack, szintén az alja ugye egy darabba lenne, tehát az is meg lenne emelve, az viszont ugye az alján lenne, tehát csak egy kerékkel lenne megemelve, az 5 centi elméletben, és egészen idáig tartana a hegesztő fölötti rész, és itt lenne egy ilyen lapos vas lemez, vasasztal, ami ugye szépen majd átviszi a testet, tehát tudok úgy hegeszteni, hogy rá van csittetve erre a kocsit a test, és amit ráteszek, azt már hegeszthetem is. Elméletben. Mondjuk ilyen másfeles? Azt hiszem ez másfeles. Ebből a másfeles lemezből még van egyébként, ezzel foltoztam ki egyébként az autónak az alját. Én legalább 3 milliset akartam volna, amiből a kartervédő készült. Lehet, hogy majd, hát nem tudom, megnézem majd, hogy fogja kiadni, mert egyébként meg alapterülete nem nagy, mert ilyen hegesztő szélességszer, hegesztő hosszúságú lesz az egész. Tehát pont akkor állat csinálom ezt a kocsit, hogy hegesztőt így bele tudom tenni. Tehát magyarul akkor lesz a teteje is. Nem túl nagy, de legalább rá lehet pakolni mondjuk a pajzsot, vagy ilyeneket. Na, renézzük. Tehát ott vannak az elvágott darabok. Elméletben az a két hosszú, az lesz talán, nem. A kicsivel rövidebb, az a hosszú rész, az a sok kicsi, azok mennek így keresztbe, és egyelőre megcsinálom az alját, mert ugye a két hosszúból igazából 4 hosszú kellene. A 4 tartó, valaki írt Facebookon, jól hallottátok, szóval abból nincs elég. Kicsit elszámoltam magamat. Pedig van egy gyönyörűséges listát írtam, hogy miből mennyi kellene. Mindegy. Ezért nem szabad emlékezetből vásárolni, hogy elmegyek, mert nem vittem magammal a papírt, hogy kérek ennyi vasat, és aztán nem annyi vas kellett. Mindegy, valamit azért csak találok itt, ott is van egy egész régi ruháskosárnyi vas, valamit csak kitalálok, de jobban örülnék, hogyha egyforma lenne. És most, hogy szépen felzúgt a Canonban a ventilátorok a hegesztőbe, neki is akár hegeszteni akár, tudom, nem néz ki a legjobban, hogy egy falapra, egy USB lapra egy vaslapot ráteszek és azon fogok hegeszteni, de higgyétek el, ez a legsimabb felület, amit én itt találtam. Amúgy ugye pont ezért rakom vasra a tetejét is, hogy csipesz rá a chiptet, és utána tudok majd hegeszteni, annyi, hogy erre kéne rátennem a testet, testelektródát, vagy azt, a csipeszt. Egyelőre nem itt hegeztem össze, természetesen itt csak megfogatom, megnézem, hogy nincs-e benne tekeredés, csavarodás, mert ugye ez lesz az alapja az egésznek. Ekkora lesz az egész, tehát nem túl nagy. Éppen ezért sem akarok magas súlypontot, el ne billenjen. Tehát ekkora lesz az egész. Itt összefogatom, összepöttyözöm mind a 4-et, derékszög párhuzamosan meglegyen, csavarodás ne legyen benne, és utána össze lehet varni konkrétabban, vagy komolyabban az egészet. Ebben még majd jönni fog valahova ide még egy darab, hiszen ez lesz maga a hegesztő rész, ami egy ilyen zárt rész lesz lábakkal. Itt a palack rész pedig csak ennyi lesz, és erre fog ráülni a palack. Azt hiszem, ebben nem fér bele, de ha nagyon necces lesz, akkor valamit majd még keszek bele. Maradék anyagból ezt bármikor meg lehet oldani. Egyelőre legyen meg a 4 sarok derékszögbe, és lehetőleg egyenesbe. Ugye a pontos vágás kézzel, illetve flexzel, annyira nem is rossz. Gyönyörű! Nagyon jó, sehol se szorul be. Nagyon jól vágtam, és nagyon jól hegesztettem ezek szerint. Most jön be az a rész, hogy kitaláljam, hogy pontosan hova is kerül. A terveim szerint, elméletben, hogyha ő lesz a teteje, akkor nem ide, hanem ide, és elméletben akkor ide kell kerülnöd, ami egyébként 41 cm, hiszen maga a gép, ha jól emlékszem, 45 cm hosszú. Igen, 45 cm hosszú,
Úgyhogy ezen és ezen a részen fel tud feküdni. Szóval ide ez a rész szélesebb, tehát a gép így befér előről, és ráfekszik majd ezekre a részekre. Természetesen lesz majd valami falap, vagy valamilyen tartólap, tehát nem ma semmiben fog lebegni, de elméletileg ez így van megtervezve, hogy semmilyen fölösleges mozgásteret nem hagyok a gépnek, nehogy nekem elmozduljon. És elméletben még az ajtót is ki lehet majd nyitni rajta. Abszolút semmi csavarodás, semmi nem párhuzamosság nincs benne. Nagyon jó lett szerintem. Alapnak legalábbis. És most, hogy ez a rész nagyjából megvan, és mint ahogy említettem, nagyjából tökéletesen sima, befogadtam egy a satuba, és biztos, ami biztos alapom, amint találok fókuszt, szóval biztos, ami biztos alapom, ezt viszintbe helyeztem, ez viszintes. Ilyen irányban nem, de hát ezzel nem nagyon tudok mit csinálni, mert hát ilyen a satú. És ezeket a részeket szépen lecsiszoltam, kicsit összeegesztettem, majd simán csiszoltam, hogy azért ne a semmi, tehát legyen ott valami, és sikeresen felgyújtottam a sarokban ott azt a rongyot, amivel lepucoltam a vasat hegesztés előtt, úgyhogy kellően át volt itatva a higítóval. És igen, pontosan az ilyen esetek miatt van ott a sarokban az a kamera, mert az mindent lát és mindent vesz. Szemben ezzel, ami csak akkor megy, hogyha van lényeg, de nem baj, ezért is van egyébként ott egy füstérzékelő, amiben elemet kéne cserélnem, ezt is szoktam ilyen hülyeségeket csinálni, na de mindegy is. Ide jönnek majd természetesen oda és oda a függőleges elemek, onnan, amiből ugye csak kettő van meg. Szóval, tök jó, hogy ezt viszont beállítottam, mert most fordíthatom meg körülbelül, illetve már nem, kettőt azért be tudok belőle hegeszteni, ott is arra kell figyelni, hogy pontosan ilyen irányba és minden irányba függőleges legyen a viszinteshez képest, ergo derékszög. Meg ugye még fel tudom rakni a kereket, és egyébként megnéztem, ide tökéletesen belefér a palack, ergo átesik rajta. Szóval valószínűleg azt fogom csinálni, hogy alulra beteszek egy lemezdarabot, és akkor gyakorlatilag ezek az árcelvények egy ilyen ütközőként fognak szolgálni, hogy nem fog róla lecsúszni a palack, és még magát a hegesztő gépet is rátettem még az előbb ide, illetve innen letettem ide, és úgy tettem rá, és tökéletes, nagyon tökéletes, illetve így jegyezném meg azt, amit mondtam, hogy a hegesztőnek a testkábelét itt egy ugyanolyan csavarhoz hozzáfogadtam, vas a satupad, az is csavarra hozzá, a satú csavarra hozzá van fogadva a satupadhoz, így ergo tudok itt hegeszteni úgy, hogy a testkábel ott van. És nem kell rátennem erre a felületre, és gyönyörűen tudok így is hegeszteni. Ezért lesz majd jó, ha erre a szerkezetre teszem rá a testkábelt, és ez tényleg lesz egy vaslap. Arra csak rátéve tudok hegeszteni. Ez a terv. Ez nem egy hülye ötlet, amit most kitaláltam, hogy ide fogadok két derékszöget, és egyszerűen mellé állítom tökéletesen, így nagyon szépen be tudom állítani vele, hogy ez a fele sígva legyen, az a fele fusson azzal az egyenessel, és gyakorlatilag mindent, amire nekem szükségem van, hogy tökéletesen egy derékszöget állítsak ide, amelyiként nem egy kis darab, és így egyébként teljesen lényegtelen, hogy viszintesbe állítottam, a nagyjából viszintes és elég ehhez, kicsit odapöttyözöm, és megnézem, mennyire húzz el. Ha sem ennyire, akkor pedig végigvarrom. Így néz, szépen lassan alakul a kicsike. Most már rátettem a kerekeit, meg nyilván ugye meghegesztettem a fölfelálló részt, tehát amit tudtam, meghegesztettem rajta. Ide nyilván ezt a közbenső darabot nem tudtam, hiszen az a függőleges részeken lenne. Amit egyébként már be is szereztem, mivel hogy nem is tudom ennek mikor álltam neki fölvenni először. 3 hete? Hónapja? Azóta nagyjából így van. Nagyjából így használtam is, egyébként, mert egyébként húzogatható állapotban van, csak kicsit rosszul néz ki. De miután megutaztattam a fél országon keresztül ezt a darab vasat, mert bent felejtettem az autóba, ezért most már neki tudok állni, és tudom folytatni ennek a kis szerkezetnek, a kis csodának a hegesztését. Szerintem nem fogok velem ma elkészülni minden egyes részével, de a hegesztés részével szerintem igen. Úgyhogy most jelentem az, hogy lepucolom őt is,
ugyanazzal a rongyal, amit ott sikerül felgyújtanom az ablakba, ugyanazzal a higítóval, és lehetőleg ugyanúgy megpróbálom nem felgyújtani, mert egyébként meg, ha megnézitek ezt, nagyon szép tiszta a felülete, és ha megnézitek ezt, hát nem annyira szép tiszta a felülete, ezen van rajta, amit most mutatom, hogy tiszta a kezem, most ilyen. Ezt kell róla lepucolni. Ezért volt ugye ott. De hát ez minden egyes új vasra igaz. Aztán igazából csak ugye a két függőleges darab kell, semmi más ebből, bár ez 20 centi hiány ki is adja. Mármint, hogy 20 centi maradt körülbelül belőle, de akkor inkább vágok, hegeztek, aztán mi utána dumálok tovább. Úgy említettem nektek a profi vágási tudásomat így szabad kézzel és flexel. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy itt láthatjátok, itt be van jelölve nekem, hogy derékszöggel bejelöltem ezen és ezen az egy oldalon, hogy hol kell elvágni. Ezt én úgy szoktam, és úgy csinálom, hogy innen pontosan velem erőlegesen, vagy hát tudjátok, pontosan úgy nézek rá, ahogy a flex korom áll, szigorúan ugye a védő mögül, és így egyenesen bevágom. Úgyhogy látom mind a két jelölést, ezért ebbe a két irányba biztosan egyenesen fog vágni, és onnantól kezdve maga a vágott él már vezeti a korongot annyira, hogy mivel szép nagy, és átírja az egész anyagot, egy az egyben áttalom rajta, és ez egy az egyben egy vágással el van vágva, és remélhetőleg nagyon profin, illetve megközelítőleg nagyon profin a derékszöghöz és egyenesen. Szóval így néz neki. És így készül az az általam tökéletesnek nevezhető derékszögű vágás. Amúgy egész jónak tűnik. Na végül elkészült a teljes keret, mondhatjuk így, ez az egész doboz szerkezet, hátul a palack tartóval, egyébként ott látszik a nyoma, egy kicsit, hogy ott volt a palack. Szépen lemacsiszolva a teteje egyenesre ez a rész, mert erre fog majd rákerülni az a vaslap. Ezt majd szép sülyeztetfejű csavarokkal szeretném lefogatni, néhány darabbal, ahhoz viszont vennem kell majd egy normális menetfúrót. Mert egyébként ugye a kerekeket, mint említettem, felraktam, és őket is ugyanúgy metrikus csavarral csavaroztam fel, hogy bármikor levehető legyen, és bármikor egy nagyobbra tudjam cserélni, hogyha szükség lenne rá. Tehát ergo nincsenek oda hegesztve, és azt ugye egy ilyen, ott egy ilyen olcsó menetfúró készletet csináltam. És hát már eléggé ki van benne a hatos menetfúró, meg szerintem az összes, úgyhogy venni fogok egy normális minőségűt, minden méretből, de legalább egy 6-osból biztosan, és megfelelő sülyeztett fejű csavarokat. Valamiért én imádom az imbusz fejű csavarokat, és abból sülyeztett fejű. Nagyon jól fog kinézni ezen a fémlapon, ennek a szép fémnek a felületén, amit egyszerűen néhányszor összetaperáztam, és semmi kiálló dolog nem lesz itt, remélhetőleg, és tökéletesen fog tudni majd rajta dolgozni. Viszont most akkor elérkeztünk oda, hogy hova tettem. Ott van a satum, a kis szögvasak, amiket valahova ide kellene behegesztenem, meg nyilván ide is, tehát van benne 4 darab, hogy középen egy polc jön létre. Eredetileg ugye úgy terveztem, hogy arra teszem magát a hegesztőgépet, és itt lesz valahol középtájékon, de lehet, hogy a gép ott marad lent, és középtájékon egy polc lesz. Azért szögvas és nem zárt szerelény, mint mindenhol máshol, mert ugyanúgy, mint ott a satupad esetében is, valami fás dolgot fogok beletenni, vagy mint itt az akna esetében, azt vissza kéne tennem, hogy adott esetben ki lehessen venni, ha lenne rá szükség, lehet, hogy az aljára is leszek valami, nem tudom, minden esetre pontosan fél útra fogom betenni, így még mindig meg lesz lehetőségem, hogy a gépet alulról vagy fölülre tegyem be, attól függ, hogy hogyan szeretném használni. Egyébként most ne nézzétek itt a csúlyavezetés meg mindent, mert ugye ezzel a géppel hegeztem ezt, és akkor nincs benne, csak most próbaképpen videókedvéért betettem oda, anélkül, hogy bármit is lecsatlakoztattam volna, de egyébként köszönhetően a nagyszerű tervezésemnek kinyitható az ajtaja. Csak nyilván útban vannak a csövek, de egyébként gyönyörűségesen hozzá lehet férni az ajtajához, és arra hátul majd fölkerül a palack. Mert egyébként ugye említettem, hogy az a 2 méteres darab, amit vettem, abból maradt egy 20 cm-es darab valahol itt. Nem tudom hol, lehet, hogy ő lesz az. Igen. Ez a kis rövidke kis darabocska. Ebből fogok ide készíteni valamilyen tartót majd a palacnak, aminek neki tudom majd húzatni, hogy fixen álljon, mert ideiglenesen egy gumipókkal volt ehhez a két vashoz
hozzáfogatva, és hát értelemszerűen a palack az ugye kör alakú, és így beesne ide, szóval billeget. Úgyhogy erre még van ki fogunk találni, és arra tökéletes lesz ez a kis darabocska. Mert aki egyébként nem látta volna a Baby Driver című filmet, akkor egyrészt nézze meg, másrészt spoiler alert, mert egyébként már kvázi régi filmek számít, ott meg is említették, hogy a disznóból, sertésből, az orrától, a farkáig, a vonyításon kívül minden egyes rész hasznosul. És ugyanez igaz a vasanyagra is. És ez a része már meg is lenne, ez a kis polc per géptartó per középső szint per tudjátok mi, most jöhet a palack rögzítése. Eddig ez így volt megoldva, nem is volt ott az a kereszttartó, tehát is simán betöltöm a billenyedbe az irányba. Így már sokkal stabilabb, de én azt találtam ki, hogy ide nagyjából középtájra, vagy egész pontosan középtájra egy ilyen jó kínző kis szögvasat berakok, egy sokkal nagyobbat szerettem volna, csak hát igen. Ilyen irányban nincsen túl sok hely, hiszen limitált a platform méret. Szóval, ide behegeztem ezt a kis darabot, ami nem véletlenül ilyen magas, mert majd ennél a darabnál fogva fogom valahogyan jobban, szorosabban ehhez a kis kiálló darabhoz hozzárögzíteni a palackot, és mivel egy ilyen háromszög letünk, ezért viszonylag stabilan tart, meg ugye az alja az ugye bent van egy ilyen mélyedésbe, tehát az sem fogom nem tudni kitáncolni, de majd kiderül, egyelőre most akkor őt odafogatom, és akkor megnézem ezt, hogyan fog kinézni. Hú, azt a mindenit! Most, hogy visszaraktam mindent a helyre, mert mára befejeztem a munkát. Nagyon jól néz ki! Nagyon jól néz ki, nagyon imádom. Lehet, hogy itt lesz benne elkezdtőbb. Eddig ugye ott volt lent, amíg ilyen félkész állapotban tologattam. Most felraktam oda, és így tetszik, amit látok. Egyelőre ugye nincsen benne semmi kitöltőanyag, semmi faanyag, szóval itt hátul egy kicsit így beleül abba az árcelvénybe, vagy szögvasba, itt kívül pedig felül rá, szóval egy kicsit megdöntött szögben van, nem mintha olyan nagy szükségem lenne rá. Az ajtaja az, ha nincs itt a kábel. Gyönyörűségesen kinyílik teljesen, szóval bármit lehet itt csinálni, amit szeretnék. Nem mint olyan gyakran látogatnám ezt a részleket. És amit egyébként nem számoltam bele, az az, hogy tökéletesen elfér a gép a reduktor alatt. Nagyon jól néz ki. Esetlegesen annyit még finomítatok rajta, hogy a csővel egy jóval kisebbet rakok rá, mert hát ide nem szükséges a 2 méter slag, hogy rajt legyen, de egyelőre nagyon tetszik nekem az, ahogy a most kinéz. Következő napra a maradó projekt, ugye oda be van hegesztve az a kis tartó, arra szerezni valamit, ami meg is fogja, megcsinálni a vasalást, tehát azt a darabot oda rátenni, rácsavarozni, méretre vágni először is, minden egyes sarokba befejezni a hegesztést, mert nem mindenhol van 100%-ra végvarva, ott úgy van, ott azt hiszem, ott is, szerintem hátulról, meg alulról vannak olyan részek, amik nincsenek végvarva teljesen, lecsiszolni, és egyébként az ilyen nyitott végekre, nem ide, mert ide vas jön, hanem például oda, az ilyen nyitott végekre megvenni a dugókat, hogy legyen dugózva, jól nézzen ki. Azt azért már nem hegeztem be. Azért, na, tetsz lehet venni oda 20 forintért valamit, akkor inkább legyen az. Szóval akkor majd találkozunk. Akkor. Ja, és amit elfelejtettem, ugye amit említettem, hogy ott még fal van. Tehát egyáltalán probléma, hogy ennyire kiáll a satupattól gyakorlatilag a hegesztő állvány, mert tényleg ott az ajtó mögött egy ilyen eléggé nagy mértékben még mindig csak fal van. Szóval igazából nem akadályoz semmit. És végre! Elég sokáig tartott, de végre eljutottunk arra a részre, hogy elkészült a kis guruló szekerentyünk, le lett festve, gyakorlatilag annyi változás történt, amióta nem láttátok utoljára. Hát ugye úgy érve, hogy minden hegesztés be lett fejező rajta rendesen, és le lett festve. Feketére. Nem érne. Igazából kerekeket ugye levettem hozzá, mert hát azért nem festek agyon össze-vissza mindent, szóval ott vannak, kerekek vissza. Nyilván nem fogom kézzel csinálni. És elvileg most már gurulóképes, megint. Na de akkor, amiről eddig ugye csak szó volt, de még nem láttátok, az a teteje. Ez a rész természetesen nincsen abszolút lefestve, sőt még le is hiszoltam egy kicsit, hogy jobb legyen a kontaktus a tetejével, ami ő lenne. Ez elméletileg csak egyféleképpen megy rá, mert hát úgy lettek kifúrva a lyukak, sok választási lehetőségem nincsen, ha nem így, akkor pedig így.
és ehhez pedig a megfelelő sülyeztet fejű és imbusz nyílású, kulcsnyílású csavarokat fogom használni, amiket már beígértem előre, mert valamiért még mindig imádom ezeket a sülyeztet fejű csavarokat. Így. És kész. Tökéletes. És most jöhetne az, hogy akkor a hegesztőt, balackot, mindent szépen rácsapok. Egyetlen egy dolgot hibáztam el. A vázon, vagy a testen úgymond nem hagytam a testkábelnek, a csipesznek helyet, ahova rá tudom fixen csiptetni, maximum majd ide a szélére, vagy maximum majd csinál neki egy kicsit, lecsiszom onnan a festéket. De egyébként, amit szerettem volna most még nektek ebben a videóban mindenképp megmutatni, mert hát már lassan közeljük a fél órát ezzel a videó hosszával, szóval teljesen mindegy, hogy most ezt megmutatom-e, vagy nem, hogy egyébként miért lényeges egy ilyen, vagy legalábbis miért akartam én egy ilyet készíteni. És nagyon egyszerű a válasz, a súlyok miatt, a dolgoknak a súlya miatt, főleg a palacnak a súlya miatt, úgyhogy most itt van velem egy kis szobamérleg, és meg fogom mérni nektek egyesével, hogy az állvány, a palack és a gép az hány kiló így külön. Hát ez így... jó. A kerék magasabb. Na, ez a kis szekerentyű, ez egész pontosan 14,2 kiló, tehát valamilyen 14 kiló fölött van. Maga a gép. Kábelekkel együtt. Ez pontosan 14 kiló, bár lehet ezt nem így kéne megmérnem. És most jöhet a lényeg, a fő tényező, a gázpalack, ami szerintem már egy félig üres, úgyhogy nem a teljes súlyát fogja mutatni. Hát, kicsivel van 35 kiló fölött. Tehát így egybe számolva a 14 kilós gurulókeretünk, a 14 kilós gépünk, az együtt 28, plusz még kapunk mellé, legyen egy 35 kilós palackot, ne csesztetek le a rossz a számolók, de 63 kiló. Jó, az már jó súly. Jó súly ahhoz, hogy nem dolgassam és ne cipeljem. És végül elfoglalta a végső pozícióját, legalábbis abban a sorokban, amíg nem lesz rá szükségem teljesen máshol, ami miatt ugye kerekeken gurul, és ami miatt 20-kodható lenne. És most már csak egyetlen kérdés maradt hátra, ott egyébként a kerék miatt találtam egy testpontot, hogy működik-e a tetején ez a fémlap. Amúgy, ha valaki arra gondolna, hogy az rozsdásodni fog, nem fog. Egyrészt, mert megpróbálják vele esőben nem hegeszteni, másrészt pedig egy nagyon-nagyon vékony olajréteg van rajta, amit úgy kell érteni, hogy amikor fúrtam ki azokat a furatokat, akkor használtam ugye a fúróolajat, és gyakorlatilag fogtam az korábban említett rongyot, és az egy vég. Gyakorlatilag azt így elkentem rajta, így egy nagyon-nagyon vékony olajréteget kapott, amit talán nem fog szigetelni, mert ugye az olaj az elektronikusan szigetelő, de hozzátenném, hogy a szürke Suzuki-nak az ajtaját is egy évig megóvta a rozsdától, pedig azért az kint van az udvaron folyamatosan. Egy ugyanilyen rongyal való végtörölgetés. Na le, akkor nézzük valamit. Ez egyébként pont innen lett levágva. Egyszerűen ráteszem. És nem az asztalhoz hegeztem hozzá, hanem csak úgy. És láthatjátok, gond nélkül működik. Abszolút minden probléma nélkül lehet hegeszteni ennek a tetején. Anélkül a testkábelt magára munkatára rá kellene tenni. És ez volt nekem ezzel a célom. Úgyhogy ez sikerült. Meg ugye az egész sikerült. Úgyhogy éjjelentem boldog vagyok. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a szerintem végtelen unalmas és mutató videót itt a végére. Csak azt jött belőle valami. Ha akarjátok majd látni még a közeljövőben, ahogyan használom ezt a kicsikét, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és majd találkozunk esetlegesen abban a videóban. Addig is. Sziasztok!